Szeptember 20-án lezárult a Magyarok Kenyere program Szendrű városában, melynek célja kezdettől fogva az elesetteken való segítség volt. A Magyarok Kenyere mozgalom már 6. éve önkéntes adományokra támaszkodik az országban és a határon túl is. Az adományzáró rendezvény a Szendrői Szociális Szolgáltató Központba került megrendezésre, ahol Szaniszló János, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője, és Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ebben az évben már 450 tonnányi összes búza jött össze az egész országban, illetve a határon túli területekről. Itt szűkebb hazánkban, Borsod megyében 270 mázsa búzadomány gyűlt össze, 220 felajánló jó voltából, ebből a 270 mázsa búzából 160 mázsa lisztet őröltünk, és ezt osztjuk szét a itt a mai napon adománylevéllel jutatott rászorulóknak. Kiknek az összefogásával jöhetett létre ez az elért eredmény? Ez egy nagyon széles körű összefogás, nem kell ecsetelnem, hiszen azok a gazdálkodók, akik felajánlották a búzájukat, szállítmányozók, akik leszállították, összegyűjtötték, levittük a Malomba, a Malom, aki ebbe a programba részt vett, illetve egy sütőüzem is, aki már augusztus 20-án a kenyér ünnepén, kis ünnepség keretében, szintén itt Szendrőben kiosztotta a rászorulók részére a kenyeret. Az esemény zárásaként Taskó József okleveleket adott át az adományozóknak. Az adományozottak jelképesen átvettek egy-egy emléklapot és egy kis zsáklisztet. Az adományokban a gyermekintézmények, gyermeknevelő intézmények, segélyszervezetek, itt Borsod megyében is ugye az idén 100 mázsa lisztet tudunk szétosztani, ebbe a katolikus karitasz, református karitasz, határon túlra is tudunk juttatni búzát a Szepsi katolikus egyházközösségnek, humánszolgáltató központ, mezőcsáti humánszolgáltató központnak adunk, akik szintén segélyszervezetként működnek. Én úgy gondolom, hogy a gazdálkodók szívesen adnak, ha látják azt, hogy jó célokra ez fordítva az adomány, amit ők odaadnak, és ez az évek alatt még sokszor az úrott az első évhez viszonyítottan, és hozták a megye minden területéről 2-3-5 mázsákkal. A kezdeményezés mottója sok millió búzaszem, egy nemzet. A program jelentőségéről az egyik adományozót, Szaniszló Mátét, az Agroszam BT igazgatóját kérdeztük. Ez a 450 tonna adományozott búza, abból rengeteg kenyér fog megsülni, ami nagy segítséget jelent az igazán rászorulók részére, illetve az egésznek az eszmei értéke szerintem nagyon fontos. Az, hogy összefogás van, tényleges összefogás, nem csak gondolatban és beszédben, hanem valós tettekben ez megnyilvánul. Tehát jó érzéssel vettünk részt ebben az egészben, és bízom benne, hogy lesz folytatása, illetve hogy más is kezdeményez hasonló dolgokat. A Szociális Szolgáltató Központ vezetője elmondta, 10 településen közel 3000 halmozottan hátrányos gyermek és 7000 felnőtt részesül az adományokból. Megközelítőleg körülbelül 10 000 ember tartozik a szolgálatunk területéhez, 10 településről van szó. Egy társulás, egy intézményfenntartó társulás keretében együtt látjuk el a településeket. A 10 000 emberből, ahogy említettem is a beszédemben, 3 000 gyerek. Ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy hányada hátrányos családból származik, úgyhogy nekik nagyon-nagyon sokat jelent ez az adomány, és úgy gondolom, hogy nagyon sok családnak az asztalára fogunk tudni ebből juttatni.